Itt a hosszú hétvége. Csak úgy, mint az elmúlt hétvégeken, a települések polgármesterei ismét megkapták a felhatalmazást, hogy a központi jogszabálytól eltérően akár szigorúbb intézkedéseket is hozhatnak. Ezzel Paks polgármestere most nem kíván élni, nem rendel el újabb szigorító intézkedéseket az atomvárosban, kötelező a maszkok használata és a 1,5 méteres távolságtartás. Az üzletek eddig érvényes látogatási idősávján sem kívánnak változtatni. A vendéglátó egységek belső helységeiben továbbra sem lehet tartózkodni, teraszokon, külső egységekben viszont igen. A szolgáltatások megkezdhetik tevékenységeiket, az üzletek tulajdonosainak nem kell a közszolgálati díjat szeptemberig fizetniük. A strand is kinyithat, ennek időpontját később hozzák nyilvánosságra. Az új rendelet a közterületek és a parkok látogathatóságát megengedi, de itt is be kell tartani a 1,5 méteres védőtávot, erre megint szeretném felhívni a figyelmet, illetve azt szeretném még elmondani, hogy a játszótereinket viszont továbbra is zárva fogjuk tartani. Tömegrendezvényeket továbbra sem lehet tartani, kivétel ez alól a vallási szertartások, temetések, házasságkötések. Sportesemények, versenyek nézők nélkül megszervezhetők, megtarthatók, illetve a sportegyesületek edzésein, a szabadidős és tömegsport edzéseken paksiak a továbbiakban részt vehetnek. Ehhez kapcsolódóan a jövő hét folyamán ütemezetten meg fogjuk nyitni a fitness parkokat is. A bölcsödét és a két óvodai székhelyi intézményt már korábban megnyitották Pakson, maximum 5 gyermek tartózkodhat egy csoportszobában. Szükség esetén a tag intézményeket is megnyitják, hogy a gyermekek felügyelete, elhelyezése megoldott legyen.